Köszöntöm Önöket, az Oxigén Televízió pályaválasztási műsorát látják, Meronka Péter vagyok. Idén a koronavírus járvány miatt valószínű nem lehet nyílt napot tartani a középiskolákban, pedig minden év novemberében szülők és diákok ezrei kerekednek fel, hogy a továbbtanulás miatt számukra fontos 2, 3 vagy 4 intézményt, ha lehet, akkor még jobban megismerjék. Most, hogy ez nem lehetséges, szerkesztőségben úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk ebben segíteni. 3 héten át napról napra bejövjük a stúdiónkba valamennyi győri középiskola vezetőjét, hogy ők mesélhessék el, hogy kinek és miért érdemes az iskoláikat választani. A fókuszban a 8-osok pályaválasztása lesz, de ahol van 6 vagy 8 évfolyamos kisgimnázium, ott természetesen erről is beszélünk. Az idei év 2 legfontosabb időpontja december 4-e és február 19-e, előbbi az írásbeli vizsgákra a jelentkezési időpont, utóbbi pedig a hivatalos jelentkezési lapnak a beadási határideje. Semmiről nem késtünk tehát még le, még van idő mindenben tájékozódni. Már is látható az a táblázat, ahol mutatjuk azt, hogy melyik iskola képviselő mikor érkezik hozzánk. A győrihírek.hu oldalon láthatják majd az összes beszélgetést, felkerül az Oxigén Hírügynökségnek a YouTube csatornájára, illetve az Oxigén Hírügynökségnek a Facebook oldalára is. Egyébként a televízióban a 7 órás híradó után 7 óra 20, illetve 7 óra 40 perckor következnek a beszélgetések, amit 8 óra után, 9 óra után, 10 óra után és még 11 óra után is megismétlünk, illetve a hétvégén az adott héten szombaton és vasárnap is megnézhetnek. A műsor vendége Váradi József, az Apor Vilmos Katolikus Iskola Központ vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Ugye, amikor az Apor iskoláról beszélünk, akkor gyakorlatilag már óvodától kezdünk mindent. Úgyhogy szerintem a beszélgetés ne és a gimnázistáknak a beiskolázásot kezdjünk, hiszen gyakorlatilag tovább lehet jutni, hanem kezdjük az óvodánál. Mennyire van túljelentkezés majd óvodánál? Ez a túljelentkezés mennyire jelentkezik aztán évről évre az iskolánál, illetve a kis gimnáziumnál? Az óvodákba való túljelentkezés igazából nem jelent számunkra problémát. Jelen pillanat szerint 8 csoportunk van. A csoportok létszáma megengedi azt, hogy az óvónők baráti társas kapcsolatokat építsenek ki a gyerekekkel, családias hangulatban tudják az óvodásokat terelni igazából az iskola felé. Lehetőségünk lenne 9 csoportra is, jelen pillanat szerint a létszámok ezt nem engedik. Jelentkeznek a gyerekek az óvodába, innen gondolom egyenes út vezet az általános iskolába sokaknak. Nagy az arány? Szinte 100%-os. Vezethet, de nem okvetlenül vezet a saját általános iskolai képzésünkbe, ezt a szülők választhatják. Igyekszünk természetesen az óvodásainkat megtartani, ezért is van az, hogy az óvónők látogatásokat tesznek az iskolába, illetve az iskolások is lehetőség szerint látogatást tesznek az óvodában. Akkor, amikor erről a korosztályról beszélünk, ugye akkor a gyerekek között még nem nagyon van különbség, és nem is a gyerekek választanak, hanem a szülők választanak. Mennyire fontos, hogy a szülők aktívan gyakorolják a vallásukat, vagy pedig az is előfordul, hogy valaki bekerül ide, mert szimpatikus neki az óvoda, szimpatikus neki az iskola, és aztán gyakorlatilag így kezdi el gyakorolni, hogy ide jár. Igen, ahogy mondja, nem alapfeltétel az, hogy vallásos szülők vallásos gyerekeit fogadjuk. Nagyon örülünk, hogyha ez így történik, de van lehetőség arra, hogy a vallását valaki később kezdje el gyakorolni, később legyen esetleg első áldozó az iskola folyamán, vagy később legyen bérmálkozó, akár 10. vagy 11. is. Elkezdi az iskolát, szépen mennek előre az évek, és aztán majd ugye jön a gimnázium. Az aporosok valamilyen szempontból előnyt élveznek akkor, hogyha a saját gimnáziumba szeretnék folytatni? Tehát vannak olyan belső mérések, ami alapján azt lehet mondani, hogy ha ezt a szintet eléred, akkor innen te tovább jutottál? Részben van lehetőség arra, hogy az aporosok hamarabb jussanak tovább. 6 és 4 év folyamos gimnáziumi képzésünk is van, és amennyiben aporos jelentkezik a további képzésre, ő esetleg előnyt tud élvezni. Illetőleg előnyt élvezhet akkor, hogyha 8-ba nagyon jól teljesít fél évig, mondjuk 4,2 fölött, akkor egyenes útja vezethet hozzánk továbbra is. Mitől ilyen népszerű az apor gimnázium? Azt gondolom a szellemisége. A szellemiség, a keresztény szellemiségre gondolva, mi elfogadó iskola vagyunk, elfogadjuk azt is, hogyha valaki nem okvetlenül vallási alapon jelentkezik hozzánk, és elfogadjuk azt is, hogyha esetleg netalántán távozni szeretne. Nagyon kevés távozónk van. Többnyire, aki a 8. évfolyamot befejezi, az igyekszik nálunk is maradni, de van lehetőség arra, hogyha szakmát szeretne tanulni, akkor azt a választási lehetőséget is biztosítjuk számára. Azt gondolom, hogy az elfogadás manapság nagyon fontos. A szellemiségnek a nagy részét gondolom úgy adják át, hogy a gyerek észre se veszi. Vannak direkt foglalkozások is, tehát nálunk kötelező a hittanóra, mint olyan, heti 2 órában. Nagyon sokan vesznek részt reggeli szentmiséken, amit az aulá melletti kápolnában tartunk. Benkovics Ferenc plébános atya azért gondoskodik arról, hogy a gyerekek jól kezdjék a reggelt. Egyéb foglalkozásaink is vannak természetesen, amik arra irányulnak, hogy a gyerekek családias szellemben, családias keresztény szellemben nevelkedjenek.
Amikor megnéztem a honlapjukat, akkor az első, amit én fölírtam magamnak, hogy erről mindenképpen beszélnünk kell, hogy spanyol nyelvet is lehet tanulni az iskolában. Ez azért viszonylag ritka Győrben. Egyedülálló. Nem igazából ritka, egyedülálló. Ráadásul született spanyol tanárunk van, a Juan, és vendéghallgatóink is szoktak lenni, akik azért vendéghallgatói az APOR-nak, hogy nyelvvizsgát tudjanak tenni, illetőleg érettségizni tudjanak spanyolból. Mikor? De a spanyol mellett van francia, angol, német. Mikor lehet választani ezt a nyelvet? Tehát nyilván az angolt és a németet általában a gyerekek hamarabb elkezdik, de a spanyol vagy a francia az 9-től indulhat? Indulhat hamarabb is, esetleg, hogyha erre lehetőséget látnak a szülők, de 9-ben már mindenféleképpen választható nyelvek között szerepel. Tehát mi két nyelvet oktatunk, mint a gimnáziumok többsége, és itt választható nyelv a spanyol. Mennyire nehéz egy gimnáziumnak ott a mai korban úgy oktatni, hogy rengeteg felé mehet tovább a diák, tehát ha akar, akkor jogi pályára megy, ha akar, akkor orvosira megy, ha akar, akkor közgazdász lesz, természettudomány. Gyakorlatilag fakultációk zömét lehetne indítani, hogyha nagyon szeretné az ember. Minden tantárból lehetne fakultációt indítani, hogyha ezt a szülők kérésének megfelelően próbálnánk teljesíteni. Mi igyekszünk egy kiegyensúlyozott, nyugodt képzést biztosítani, és ennek megfelelően olyan fakultációkat indítunk, amikre a gyerekeknek a legnagyobb igényük van. Hogy merre szeretnének tovább tanulni, azt azért jó részt eldöntik úgy tizedik magasságában, és ezek után következnek a fakultációk. Van olyan tendencia, hogy az aporosok jellemzően hova mennek, vagy ez teljesen szerteágazó? Az aporosok többnyire tovább tanulnak egyetemeken, főiskolákon, vagy egyetemi és főiskolai képzéseken, és ezt a tendenciát szeretnénk. Tehát a 96% fölötti továbbtanulást én azt gondolom, hogy jónak tudjuk mondani. Hát annál sokkal jobbat nem is nagyon lehetne. 100%-ig lehetne menni, de hát ez nyilván képzések kérdése. A szülőket többször említette, a szülők szempontjából mi az, ami nagyon fontos? Én úgy vettem észre, a nyelvtanulás az például egy olyan kardinális kérdés, ami mindig előkerül. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az aporiskolában jellemző gyerek nagy része el tud érni egy nyelvvizsgát, mire végez az iskolában? A középiskolai képzésnek nem része igazából a nyelvvizsga, az érettségi része, de azt gondolom, hogy nyelvet oktató kollégáim törekszenek arra, hogy diákjaink többségének legalább egy, de inkább két nyelvvizsgája is meg tudjon lenni a 12. végére. Ugye kollégium is található az iskola központban. Mennyire gyakori az, hogy Győrtől távolabbra jönnek? Ugye Győr egyik legfiatalabb iskoláiról beszélünk, ami a 90-es évektől kezdte a működését, és hát azt lehet, most már valószínű vannak olyan gyerekek, akik oda jártak annak idején, és most már az ő gyerekeik is oda becsatlakoztak. Így van. Pontosan, ahogy mondja, lehetőség van arra, hogy vidékről is megkönnyítendő a gyerekek életét. Ne a napi bejárással kelljen kezdeni, hanem egy reggeli, fél hét környéki ébredéssel, reggelivel tudjanak átjönni, és ezt a lehetőséget nem csak saját diákjaink számára, hanem külsős diákok számára is biztosítjuk. Egy katolikus kollégiumban nagyobb szigorúság van, mint egy átlag kollégium, vagy nincs ilyen szempontból különbség? Azt hiszem, nem a szigorúsággal lehet igazából jól nevelni, hanem a családias hangulattal, barátságok szövődésével, azzal, hogy bármikor fordulhatnak kollégiumi nevelő tanárhoz diákjaink. Mit gondol egyébként, hogy ebből a mostani időszakból, hogy ha valóban úgy lesz, hogy nem lehet nyílt napot tartani, hiszen azért még itt hétről hétre változhatnak a dolgok, akkor önöknek mi fog a legjobban hiányozni? A személyes kapcsolat a szülőkkel igazából, azt, hogy úgy tudják föltenni a kérdéseiket felénk, hogy látnak bennünket, és látják a válaszra adott reakciókat is. Terveznek egyébként valamit? Tehát megvan már kialakult, hogy hogyan lehet esetleg pótolni? Online ezt meg lehet valamennyire oldani, vagy ez egy hiú ábránd? Azt gondolom, hogy hiú ábrándok nincsenek. Készültségek vannak, készülünk mindenféleképpen arra is, hogy ha esetleg talán élőben lehetne, de ezt én nem gondolom, hogy megvalósulhat. Viszont van egy az iskolánkat bemutató filmünk, és az is megtekinthető a honlapról. Azt látom, hogy most az utóbbi 7-8 évben különösen nagyon nagyot fejlődtek az iskolák infrastruktúra szempontjából, felszereltség szempontjából, egyre markánsabban minden ott van a digitális oktatás, tehát tantermek felszereltek, pedagógusok most már megismerték ezeket a lehetőséget, bátran használják. Ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy a győri szülők azt mondjuk, hogy jó helyzetben vannak, mert nem tudnak rosszul választani, és sok jó iskola közül választhatnak, és például az APOR-ba is ilyen szempontból nagyon jó lehetőségek vannak most már? Én azt gondolom, Győrben kiváló középiskolák vannak, nagyon jó lehetőségek, egyik jobb, mint a másik. Hogy a szülő mi alapján választ, azt igazából mi csak elképzelni tudjuk, igyekszünk. Az előbb rákérdezett arra, hogy digitális helyzetben mennyire vagyunk. Én azt gondolom, hogy a digitális tanrend az a szülők rémálma volt a tavasszal. Én azt hiszem, hogy most is rettegnek tőle. De nem azért, mert nem
tudjuk biztosítani azt a szintet a gyerekek számára, ami elvárható. Az kollégáimtól és a gyerekektől is elvárt, hogy ezt tudták teljesíteni, és fogják tudni a következőben is. Sajnos készülünk is rá, hogy esetleg át kell térjünk a digitális oktatásra. A felszereltségünk azt gondolom, hogy megfelel a mai kor színvonalainak, és azt is gondolom, hogy föl tudjuk készíteni a diákjainkat, hallgatóinkat arra, ami vár rájuk az egyetemi oktatás szintjén. Ugye nemrég volt a igazgatója az Apor iskolának, hogyha a következő 4-5 évet nézzük, akkor mi a víziója, mi az, amit szeretne látni itt a következő időszakban? Hova szeretne jutni az iskola? Ugye azt látjuk, hogy magas szinten dolgoznak, tehát igazából már a szinten tartás is egy komoly feladat, azt gondolom. És igyekszem is ennek, mint az intézmény vezetője megfelelni. Nagyon köszönöm tanár kollégáim folyamatosan magas színvonalon tartott munkáját, azt a jó kapcsolatot, amit a gyerekekkel tudnak ápolni, azt a kapcsolatot is, amit a szülőkkel tudnak még ebbe a viszonylag furcsa pandémiás helyzetben is. A személyes kapcsolatokat sajnos nem tudjuk olyan szinten tartani, mint amilyenen szeretnénk, de igyekszünk. Nem vízióm van, hanem elképzelésem arról, hogy igen, ugyanezt a magas színvonalat, vagy még ennél egy kicsit magasabbat szeretnénk hozni. Igazgató, köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és vendégünk volt. A kedves nézőknek javaslom, a gyurihirek.hu-t nézzék meg, ott mind a 28 beszélgetés fönt lesz majd, amit az iskola igazgatókkal készítünk. Amelyik beszélgetés már lement a tévébe, azt már most láthatják, amelyik pedig majd következni fog, az pedig a következő napokban valamikor fölkerül majd. Én már köszönöm a figyelmet mindenkinek, a viszontlátásra.